Rendszeres adókedvezményt minden gyermek után igényelhetnek a családok, a támogatás összege viszont nem egységes. Míg a három gyermekesek 33 ezer forintot, az egy és két gyermeket nevelő szülők mindössze 10 ezer forintot kaptak eddig gyermekenként. A családok helyzetének javulásáért a következő 4 évben duplájára, tehát 40 ezer forintra nő a két gyermekeseket érintő összeg, jelentette be Novák Katalin család és ifjúságért felelős államtitkár hétfőn délután. Az egy és két gyermeket nevelőknél is gyermekenként 10 ezer forint családi adókedvezmény jár. Ez azt jelenti, hogy egy két gyermekes család jelenleg 20 ezer forint családi adókedvezményt tud havi szinten érvényesíteni, és ezt a rendszert fogjuk úgy bővíteni, hogy a jövő évtől évente 5 ezer forinttal, azaz jövőre 25 ezer forintra, és így tovább egészen 40 ezer forintig fogjuk 2019-re duplájára felemelni a két gyermekesek családi adókedvezményét. Ez éves szinten 2019-ben plusz 240 ezer forintot jelent egy családnak, tehát csak családi adókedvezménynek köszönhetően egy két gyermekes család 2019-ben már közel 500 000 forintot tudná megtakarítani a jövedelméből. Megyénkben összesen 34 ezer két gyermekes család van. A támogatás megemelése nagy részük anyagi helyzetén is segíthet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 18 év alatti két gyermeket nevelő családoknak a száma az párkapcsolatban egy ilyen 18 ezer, és ehhez jön még közel 4 ezer egyszülős család, tehát összesen ez egy ilyen 23 ezer körül van a 34 ezerből. A kedvezmény fő célja a szülők terheinek csökkentése, valamint hogy a gyermekvállalás ne legyen anyagi kockázat függvénye, mondta Novák Katalin.